Hát, sziasztok! Többen kértétek azt is, hogy a Weber Györgynek az október 1-i kirohanásáról beszéljek, és mondjam el a véleményemet, erről fog szólni a mostani videó, hogy a Webernek ez a hosszú, több mondatból álló tirádája, amit ugye az MTK U19 ellen vívott mérkőzésen mondott el a fiataloknak, fiatalok fülehallatára és a nézők fülehallatára. Ez ugye az új U19-es csapata vívta az MTK elleni meccset, és egy-egy lett egyébként, de ő az MTK gólya előtti szituáción akadt ki, és ezért kezdett el elképesztő módon üvöltözni saját játékosaival. A történetet egyrészt onnan kezdem, hogy Weber Györgynek nem ez az első üvöltözése, Sőt, az interneten számos helyen meg lehet találni, volt egy külön, külön sorozat is, ami az ő üvöltésével indult, ez az MB2-es futbalisták, hadd ne idézzem, tehát ez nagyon-nagyon sok ember által hallott ordítása volt, de hát egyébként sok más videóban szerepelnek a különböző minősítetlen beszólásai, beüvöltözései a pályára. Sokan az újpestiek közül úgy emlékeznek rá, hogy ő egy mekkora kiemelkedő játékos volt, hát őszintén szólva a magyar labdarúgás történetében azért nem tartozott azok közé, volt egy pár jó meccse, ez tehát mondjuk nem nagyon jogosítja fel őt arra, hogy így üvöltözön és így viselkedjen a saját játékosaival, de ennek a történetnek azért van egy mélyebb dimenziója, amit szeretnék nektek megvilágítani, és aki unja személyes történeteket, az az most ne hallgassa, amit elmondok. Ugye én nagyon sok helyen játszottam gyerekkoromtól kezdve a különböző csapatokban, és egyszerűen a jó szerencse elvitt engem a Magyar Kábel nevű csapatba, és ott a serdülő bajnokságban talán kettő, talán három fél évet lejátszottam. Ez nagyon régen volt, tehát ezért a pontos számokra nem emlékszem. és Volt nekünk egy edzőnk, akiből később bíró lett, ezt úgy hívják, hogy Stamler Péter, én vállalom, azt, amit, amit elmondok ezzel kapcsolatban. Bárki, bárki ezek után bármi rosszat akar nekem, én vállalom, sőt, megvan az a barátom, jóba vagyunk azóta is, aki szintén járt akkor a kábelbe, tehát hogy meg tudja erősíteni, hogy mik történtek. Én nem voltam egy szuperjátékos, de elég ügyes voltam, főleg kispályán, akkoriban, és hát ugye elég magas is voltam, tehát azért, azért hátvédnek, vagy jobboldai futónak simán be lehetett tenni. De ez a Stamler úr, ez olyan módon beszélt a gyerekekkel, hogy egyszerűen én, azokon a meccseken is, amikor betett, megbénultam gyakorlatilag. Tehát még azt sem tudtam megcsinálni, amit egyébként bármikor csukott szemmel megcsináltam. Tehát azért azt észre kéne venni, hogy a gyerek psziché, az nagyon-nagyon másképp működik, mint a felnőtt, és egy gyerekre, ha üvöltözöm, és, és elküldöm őt a melegebb éghajlatra, akkor lehet, hogy éppen bénítom. Tehát, ha felnőtteket edz Weber úr, akkor a felnőtt is mondjuk, az a felnőttek egyik fele is szól, hogy hello, ezt azért nem kéne, de a, a felnőttek egyik másik felét tudja csak motiválni. Ugye azokat, akik konditorembe járnak, és izmoznak, és nem túl bonyolultan gondolkodnak a világról, tehát ezeket a brusztolósabb játékosokat sikerül legfőjebb ezzel inspirálni. Hát ha egy érzékenyebb, értelmesebb embernek így üvöltözik, hát az, az nem hiszem, hogy bármit is tud ezzel kezdeni, legfőjebb ott hagyja a csapatot, vagy ha nagyon begurítja, akkor legurítja őt a pályáról. Ugye, tehát ez a másik variáció. Tehát ennek a dolognak van egy ilyen, egy ilyen változata is, egy ilyen nézőpontja is, hogy nem beszélünk így fiatalokkal, és ezért mes meséltem nektek el a saját példámat. De azért van ennek egy másik dimenziója is, amit egyszerűen nem bír láthatóan Weber György észrevenni. Ez pedig az, hogy lehet, hogy Mésző Kálmánék idején ez egy bevett szokás volt, hogy a futbalistákkal ilyen módon beszélnek, és ilyen módon üvöltöznek. De hát a labdarúgás azóta kb. 30 évet változott, és a serdülő csapatoknál értelmes, okos edzők, értelmes, okos gyerekekkel edzenek. Tehát uh, itt, azért, uh, itt azért észre kéne venni, hogy ezek a fiúk nem egyszer nagyon jó tanulók az iskolában, értelmes családból jönnek, értelmes közegben szocializálódnak, nem érdekel, hogy Weber Gyuri hol szocializálódott, nem is mondok erről véleményt, vannak feltételezéseim, de az, hogy uh, ott így beszéltek vele, és ezzel inspirálták őt a teljesítményre, az nem alapozza meg, hogy most így beszéljen, annál is inkább, mert ehhez a mai focihoz már nagyon komoly kombinációs készség és ész kell. Most ezt nem lehet beleordítani egy emberbe, nem lehet terrorizálni, hogy ő aztán majd, ő aztán majd jó legyen, úgyhogy én ezek után nem írásbeli megrovást adnék ennek az edzőnek, hanem úgy kidobnám páros lábbal a csapatból, mint a huzat. Akkor is, hogyha ikon, akkor is, ha index, akkor is, ha szimbólum, teljesen mindegy, engem nem érdekel, mert így nem lehet beszélni. Csodálkozom azon, hogy a szülők ezt tűrik. Ugye az egyik nem tűrte és feltette az internetre, ugye úgy derült ki, de hát csodálkozom azon, hogy a többi az így, az így mit szól, hogy ez természetes, ez normális dolog. Tehát, tehát az, hogy lelkes valaki, az, hogy belelkesedik a mérkőzésen, vagy szígy a saját magát az benne van a játékban, de a másik játékossal így nem lehet beszélni. Sem az ellenfél játékosával, sem a saját játékossal, és ha ezt nem érti meg, akkor annak az egyesületnek kéne szankciókat alkalmazni, akik ezt csinálják. Ugye nagyon érdekes, hogy ne felejtse el a Stamler szállat, hadd mondjam el nektek, hogy amiket üvöltözött, amiket üvöltözött nekünk, ugye a, a a kisgyerekeknek, tulajdonképpen 14-15 éves kisgyerekeknek. Azt én egyszer, amikor bíróként szaladgált a Debrecen mérkőzésen, ő volt a bíró, egy-kettőt beüvöltöttem, amiket szaladgált. És érdekes módon így felnézett, és úgy csodálkozott, hogy neki ezt üvöltik. Ugye? Pedig hát uh, ugyanazt kapta vissza azokat a mondatokat, ezeket nem tudom idézni nektek, mert akkor, akkor ugye szalonképtelen lennék, és akkor, akkor büntetés kapna a csatornám. Tehát, uh, tehát azokat vissza, keveset visszajövöltöztem neki, és uh, nagyon meglepődött ezen nagyon meglepődött ezen. Úgyhogy sajnos a labdarúgás az a 80-as években nem azt mondom, hogy ilyen volt, de elég gyakran ilyen volt, viszont eredményt nem lehetett elérni. Nagyon érdekes, hogy volt egy mérkőzésünk, máig nem felejtem a Csepelautó autó ellen, kettő-kettőt játszottunk, és én a, a nagyjából az első félidő végén álltam be, és a másik félő közepén meghúzódtam, és akkor üvöltve mondta, a jobb is, hogy lemész a pályáról, mert jön helyetted egy jobb, és oda jött hozzám a Csepel Altó edzője, egy idős bácsi. Megsimogatta az arcomat, és azt mondta, hogy Jóska, neked át kéne menni a Csepelbe. És ez így is történt. Tehát gyakorlatilag tulajdonképpen jó történt az emberrel, akkor is, hogyha, hogyha végül is elég erős lelki trauma volt ez nekem, bár egy kamasz gyereknek igazából sokkal hamarabb megy ez tovább, és sokkal hamarabb működik. Ugye neki a Stamler úrnak nagy szerencséje, hogy nem szóltam az apámnak, mert az apám egy egyszerű munkásember ember volt, aki két pillanat alatt lerendezte volna ezt az ültöző edzőt, de ő szemlátomást meg volt arra győződve, hogy ez a jó megoldás. Utána jött egy másik edző, a Károly bácsi, én akkor már elég, eléggé megsérültem, meg átmentem másik csapatba, tehát nem tudtam vele játszani, de az egy nagyon normál Normális, nagyon rendes ember volt. Az volt a, egyébként annak a felesége, volt a szertáros a csapatban. Tehát ez tök normális volt, nagyon rendes, hogy ott a fiúk szárnyakat kaptak, és ugyanaz a csapat egymás után nyerte a meccseit, amelyik ugye a Stamler idején veszített. Tehát a Weber-gyurinak talán észre kéne vennie azt, hogy így már nem beszélünk a fociban, még így általában se beszélünk, sem a szülő nem beszél a gyerekével, sem az anya, sem az apa, sem az edző. Úgyhogy, úgyhogy az ilyen embereket nem kéne a magyar labdarúgás könnyeként. Tartani, mert az a baj, hogy egy ilyen ember teljesen megfertőzi a saját környezetét, és azok is megengednek maguknak illegitim mondatokat. Úgyhogy elnézésre egy kicsit kemény voltam, de nyilván a saját élmények is hozzák magammal azt, hogy ez, ez így működik, és én nem azt mondom, hogy a játékosokat vattába kell csomagolni, de ez a stílus, ami ott, ott megjelent, ha gondoljátok az Origón, nézzétek meg, mondom is, hogy mi a cikknek a címe, Ugye az a címe a, a cikknek, hogy már megint azt tudom idézni, buta m -m, vak gyülekezete, így itt a fiatal újpesti focistákat Weber György. Nézzétek meg ezt a videót, meg, a, meg magát a, a cikket, és akkor mindent látni fogtok. Szóval elképesztő, egyszerűen fogalmazva, nem tudom, hogy mi az, ami feljogosítja bármilyen embert, hogy így beszéljen bárkivel, alapvetően. Na no hát ennyi az én véleményem. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, a tetszett nyomj egy lájkot, ha egyetért, még inkább. Ha még jobban tetszett, kérek iratkozz fel a csatornámra, vagy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon. Hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.